A Bonyhádi Városi Sportcsarnokban tartott idősek világnapját először ünnepi beszéddel nyitotta meg Filóné Ferenc Ibolya polgármesterasszony, aki beszédében kiemelte a Bonyhádi Gondozási Központ munkájának fontosságát, illetve a családok, hozzátartozók meghatározó szerepét az idősek gondozásában, ellátásában. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondta, hogy a gondozási központ szolgáltatásait egyre többen igénybe veszik, és büszke arra az összefogásra, ami a pandémia ideje alatt megmutatkozott az idősek irányában. A gondozási központ, az önkormányzat és sok önkéntes segítségével jobban figyeltek azokra az idősekre, akik mögött nem volt támogató családi háttér. Második alkalommal vagyunk itt a Városi Sportcsarnokban. Azért döntöttünk úgy 2 évvel ezelőtt, hogy ide költözünk a művelődési központból, mert ezt a helyszínt már kinőttük. Itt több mint 600 főt, kereken 606 idős állampolgárunkat, bonyhádi lakost tudtunk kényelmes körülmények között leültetni, és ma este vendégül látni. És nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan el is fogadták a meghívásunkat, hiszen teltház van. Igyekszünk minden évben valamilyen meglepetéssel készülni, bár ugye a meghívókon tudták a bonyhádiak, hogy ma a kordaházas pár lesz a vendégünk, de ők nagyon nagy szeretettel várták, mint ahogy 2 évvel ezelőtt Kovács Katit. Én bízom benne, hogy mindenki majd nagyon jól érzi magát, hiszen ez egy kitüntetett nap, egy évben egy nap, amikor különösen figyelünk az idősekre, 30 éve már. 1991 óta ünneplik október 1-én szerte a világban az időseket, az ENSZ határozata alapján, de mi itt a városban, egy kisváros vagyunk, igyekszünk minden nap odafigyelni és figyelni rájuk és gondozni őket. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszöntötte az egybegyűlt szépkorú közönséget. Elmondta, tapasztalata alapján egyre több önkormányzat vállalja fel az idősek napjának megrendezését. Úgy gondolom, hogy az idősek, illetve a nyugdíjasok látják azt, hogy a kormány nem csak a fiatalok érdekében, nem csak a családok érdekében dolgozik, hanem egyre inkább a nyugdíjasok érdekeit is képviseljük. Most novemberben 80 ezer forintos kompenzációt tudunk adni a nyugdíjasoknak. Ezt megígértük, és ezt most teljesítjük is. Nagyon reméljük azt, hogy jövő év elején pedig nem csak 2 heti nyugdíjat pótolunk vissza a 13. havi elvett nyugdíjból, amit annak idején a szocialisták vettek el, hanem az egész havit meg tudjuk tenni. A Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezetője Sebestyén Orsolya elmondta, hogy ők napi szinten jelen vannak az idősek életében. Mi napi szinten a rendelkezésükre álltunk, ugyanolyan tevékenységet látunk el, mint a pandémia helyzete alatt, a bevásárlás, a gyógyszerkiváltás, illetőleg a mentális támogatás, foglalkozások szervezése volt a feladatunk. Nagyon jól, hogy végre kimozdulhatnak, hogy végre társaságban lehetnek. Bonyhádon nagyon jó közösségi élet szerveződik, illetve folyik, hiszen a város vezetése nagyon sok mindent megtesz az időseink érdekében. Úgyhogy nagyon készültek a mai napra, hiszen még almás rácsos süteményt is készítették, és nagyon várták, hogy milyen programmal fog meglepni őket a városvezetősége. Na, nagyon tetszik a műsor. Gyuriékot már ugye gyerekkorom óta ismerem, úgyhogy ez csodálatos. Kiváló a szervezés, minden, úgyhogy meglepetés volt számomra. Én most vagyok itt először, úgyhogy ezen a rendezvényen. Sajnos a feleségem révén, mert ugye a gondozási központban van, reggel megy, este, vagy délutáni órákban viszem haza, sajnos ezt nem tudunk más csinálni, és ők nagyon nagy szeretettel fogadják őt, és a nejemnek is jót tesz ez a kis kikapcsolódás. Minden esztendőben a szervezők gondoskodnak a szépkorúak szórakoztatásáról. Idén a kordaházas párra esett a választás. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép helyre elhoztak. Állatok is előrüléli kapitában, 2000 cipő 20 fodor a szoknyán, élet a ház őrüléli kapitában. Az idősek hete alkalmával a gondozási központban minden nap rendeztek programot. A záró eseményre a Városi Zeneiskola növendékeit kérték fel, akik rövid műsorra örvendeztették meg az otthon 16 lakóját és gondozóikat.
Az őszi időszak az mindig egy megterhelő időszak, azt gondolom, általában véve is az emberek életében, de az idősebb korosztályt sokkal jobban megviseli, úgyhogy hisszük és bízunk benne, hogy egy ilyen intenzív hét az kellő feltöltődést nyújt arra, hogy ezt a nehezebb időszakot is gond nélkül átvészeljük. Általában véve is fontosnak tartjuk, hogy aktív mindennapokat éljenek meg a lakóink, tehát igyekszünk kellő mennyiségű és minőségi programmal elhalmozni őket, hiszen ha tartalmasan telik a napjuk, akkor az nem csak az aktivitásukat, tehát a testi, lelki, szellemi aktivitásukat egyaránt serkenti. Az idős otthon lakói számos rendezvényen vesznek részt, így ott voltak a város által szervezett Idősek Világnapjának programján is, de a lehetőségekhez képest az otthon napi szinten szervez programokat, foglalkozásokat a lakók számára, akik ezúttal kis produkcióval köszönték meg az odaadó gondoskodást. Hát kedves kis angyalom,